Görömbölyi tepertűs ült az üstökben. 6. alkalommal rendeztek fesztivált a miskolci városrészen. Nyílt napon a leendő rendőrök. A pályaválasztás előtt álló diákok betekintést nyerhettek a rendészeti oktatás életébe. Főhajtás a légikatasztrófa áldozatainak emléke előtt. A 10 évvel ezelőtti tragédia körülményeit idézték fel helycín. Betekintés Izrael mindennapjaiba. Megnyitották az Izraeli pillanatok című vándorkiállítást Tokajban. Tisztelt nézőink! A Globo Televízió heti közéleti magazin műsorát látják. Televízió stúdiójából köszönti Önöket Csizmadia, Havasi Anna. Üdvözlöm a Globo Televízió nézőit! Megnyitották az Izraeli pillanatok című vándorkiállítást Tokajban a Kulturális és Konferencia Központban január 14-én. Az eseményen Ilan Mor, Izrael állam magyarországi nagykövete is részt vett. Erdei Nagy Ibolya tartott tájékoztatót a különleges tárlatról, aki elmondta, hogy az egykori zsinagógában felfüggesztett molinók azt a célt szolgálják, hogy a helyiek betekintést nyerjenek Izrael történelmébe és az ott élők mindennapjaiba. Posta György, Tokaj polgármestere szerint nagy öröm, hogy bemutathatja a tokaiaknak Ilan Mort, Izrael állam magyarországi nagykövetét. A zempléni város községe mindig törekedett méltó emléket állítani az egykori zsidó közösségnek. A település vezetője úgy véli, a magyar-izraeli békés kötelék megalapozásához ápolni kell a testvérvárosi kapcsolatot. Ezt követően az izraeli diplomata köszöntötte a megjelenteket. Ilan Mor kiemelte, hogy Tokaj elsősorban a mennyei borairól híres, de érdemes megemlíteni zsidóságát is. Úgy fogalmazott, hogy mindent megtesz azért, hogy támogassa és erősítse a borsodi várost, és nem csak gazdasági, hanem kulturális szempontból is. A nagykövet szerint a kiállított képek nem tudják tökéletesen megmutatni, milyen igazából Izrael. El kell oda menni, hogy valaki saját bőrén tapasztalja meg, milyen hatalmas csoda, nem csak az ország, hanem annak népe is. Előételként fogható fel ez a kiállítás ahhoz, hogy megérezzük az ízét annak, hogy mit is jelent Izrael. Éppen ezért remélem, hogy ez lesz az első lépés az embereknek ahhoz, hogy ellátogassanak Izraelbe, és személyesen is megtapasztalják. Izrael történelmének a pillanatait örökítik meg ezek a képek. A kiállítás azt is bemutatja, amit nem látunk a médiában. Ami nagyon fontos, az a vallásszabadság megemlítése, amit szintén képvisel ez a tárlat. Annak a lehetősége, hogy megismerjük a szent helyeket minden vallás szempontjából. Éppen ezért nagyon fontos, hogy Magyarországon sok helyen megnézhessék ezt a kiállítást, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek Tokajban is. A diplomata szerint a médián keresztül csak nagyon kicsi részét ismerjük meg Izraelnek. A valóság viszont az, hogy az ott élők építik az ország jövőjét, vigyázniuk is kell hazájukra, ugyanis egy pici államról van szó, ami ellenséges környezetben él. Mégis biztonságos lábakon áll. Ilan Mor hangsúlyozta, ők soha nem vesztették el a reményt, hogy egyszer békét kötnek szomszédjukkal. Elsődleges szempontjuk a népük védelme, de megpróbálják megtalálni azokat a politikai megoldásokat, amikkel véget vethetnek a jelenlegi állapotnak. A nagykövet szerint a társadalomnak leginkább a kutatás fejlesztése, az oktatásra és az egészségügyre kellene koncentrálnia. Izrael szempontjából az önvédelem és az országvédelme napi kérdés. Ez nem csak a hadsereget jelenti, hogy minél több katonánk és minél nagyobb számú tankunk legyen, hanem azt is, hogy magának az országnak, a társadalomnak kell összetartania. Ez a társadalmi összetartás az, amelyik a záloga annak, hogy Izrael hosszú távon fennmaradjon. Ez az egyetlen zsidó ország. Számunkra nincs más lehetőség, mint az, hogy megőrizzük ezt az országot. Nálunk a patriotizmus nem egy negatívum, hanem egy nagyon fontos szó. Ez tart minket össze, és ez véd meg minket a környező országokban lévő terrorizmustól. A palesztin kérdésben is egyesít minket, és minden szempontból maga a létünk a tét. Patriotizm, ez a mila. Ez egy szlenú, bárc, liot patriot, ez a mila, gessa.
Polivodáné dr. Dolinai Eszter a kiállítás szervezője és egyben a Kérlek Segíts Alapítvány elnöke saját tapasztalatait, személyes élményeit osztotta meg Izraelről a jelenlévőkkel. Kettős állampolgárként hosszú éveken keresztül élt Közel-Keleten, így fontosnak tartja a családjában a hagyományok ápolását. Felbecsülhetetlen értéknek tartja a természeti adottságokat, a pillanatok átélését, a helyi ételek ízvilágát, a Jeruzsálem falai közötti sétákat és azokat az embereket, akik árasztják magukból az igazi életérzést. Az izraeli molinók részben ezeket szeretnék átadni. A kiállítás megtekintése után a vendégek a holokauszt emlékmű előtt rótták le kegyeletüket, majd Posta György a Világörökségi Bormúzeumot, a térség legújabb attrakcióját mutatta be az izraeli nagykövetnek. A tokai látogatás után Ilan Mor a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnáziumba vette az irányt, ahol a diákok közreműködésével interaktív előadást tartott Izrael nevezetességeiről, különlegességéről, jelenlegi helyzetéről, valamint az antiszemitizmusról és annak megakadályozásáról. Az egyetlen megoldás szerinte az oktatás lenne, hogy az emberek minél inkább átlássák az aktuál politikai kérdéseket és a békességet tartsák legfőképp szem előtt. Görömbölyön, Miskolc egyik városrészében január 16-án tepertő fesztiválra várták az érdeklődőket. Baráti társaságok, munkahelyi csapatok neveztek be a hideg ellenére a forralt bor készítő versenyre, amely mellé disznótoros ételeket is kínáltak. Görömbölyi Tepertő Fesztivál idén a 6. születésnapjára korábbi egynapos mulatságból háromnapos fesztivállá nőtte ki magát a városrészen élők nagy örömére. A napsütés, hideg téli időjárás ellenére többen családjukkal, hozzátartozóikkal érkeztek a rendezvényre, baráti találkozások és beszélgetések reményében. Többen a finom forralt borok, a frissen sült tepertő és a disznótoros ételek miatt látogattak ki a szabadtéri eseményre. Azért, mert a görömbölyi tepertő fesztivál már évek óta nevezetes, nagyon finom tepertőt főznek, nagyon finom a házi pálinkájuk, nagyon finom kolbászuk, és már egy kicsit bealapoztunk, úgyhogy megittünk egy kis tampedit, és ezután akarunk menni ebédelni. Mi lesz az ebéd akkor? Azt még nem tudjuk, hagymásfélt azt nem fogok enni, mert minden évben disznót vágunk, és akkor abból beszoktunk rendesen kajálni. Hát valami finomságot, nem tudom, hogy soroskáposztát, a turka, kolbászt. A standoknál lehetett kóstolni a finom nedűkből és frissen sütött tepertőből. A megmérettetése nevezett csapatok vezetői még a forralt boruk titkos receptjét is megosztották az érdeklődőkkel. A barátoknak nagyon fontos, hogy összetartozzunk, találkozunk időközönként, jó helyen, jó emberek, eszünk, iszunk, barátkozunk, valószínű este lesz vége ennek a történetnek. Mi készül itt? Vadisztó tepertő, valamint a barátoknak hoztak ki hurkát, kolbászt, szalonnát, paradicsom, paprika, mi egymás? Egy jó stampedli. Hogyan készül ez a tepertő? Mivel másabb, mint amit a boltban meg tudunk vásárolni? Ennek van egy titkos receptje, egy barátunk készíti. Egy biztos, hogy van még azon kívül, hogy víz, zsír, hús, mi egymás. Van a hőkezelésnek van technikája, mikor milyen melegbe tesszük bele a húst, a tepertőnek valót, mikor tesszük bele a tejet, a vizet, mi egymást. Több baráti közösség csak azért vett részt a fesztiválon, hogy minél több időt tölthessenek együtt egy-egy munkával teli hétköznap után. Csapatunk neve nagyon kreatívan, LTKS, mint László, Tamás, Krisztián és Szabolcs, ugye négyen alkotjuk a csapatnak a magját. Hát azért érkeztünk ide, hogy szeretnénk a barátságunkat még szorosabbra fűzni, mint ezelőtt volt, bár ugyanez a barátság több évre visszamenőleg nagy kötelék közöttünk. Hisz nekem itt lakott Isten nyugaszta a dédnagymamám is Görömbölyön, ezért tartom családi ügynek, hogy itt kell lenni ezen a fontos eseményen. A mi forradborunk egy fehérborból készült, őrölt ánizsal, portorikói rummal, szegfűszeggel, fahéjjal, illetve nyomokban narancsal készült el. A háromnapos fesztivált immár 6. alkalommal Csöbör Katalin országgyűlési képviselő nyitotta meg, aki szerint fontosak ezek a rendezvények, hiszen a felgyorsult világban a feledésbe merült hagyományok ismét előtérbe kerülhetnek. A 21. századi ember könnyebben bezárkózik a lakásába. Görömbölyön egy nagyon
értékes és érdekes része Miskolcnak, hiszen Magyarország legnagyobb városának, Miskolcnak egy kicsit falusias környezetében van, ahol nagyon-nagyon jó emberek lakják, akik igazi közösségi formálódtak, mindig vannak itt közösségi alkalmak, rendezvények, csak például ilyen egyszerű utcai, szilveszteri összejövetelt is megszerveznek egymás között a nagy fesztiválokig. Lásd a mai Tepertő Fesztivál, ami már egy borkostolóval, kulturális rendezvényekkel, népművészeti viseletek kiállításával, és például veszőszenteléssel is tele van ez a program, úgyhogy az egyházak is képviseltetik magukat, a település minden tagja, és őt a Miskolc és Miskolc környéki településről is érkeznek sokan, úgyhogy csak gratulálni tudok a szervezőknek, és nagyon köszönöm, és örülök, hogy most már sokadjára én nyithatom meg ezt az alkalmat. Az időt megrendeltük, csodálatos hó is van, napsütés is, úgyhogy remélem mindenki jól érzi majd magát. A forralt borral már egyből megkínáltak, hát minden sátornál végig kéne kóstolni, azt hiszem, hogy ezt nem lehet megengedni, mert azért az kicsit sok lenne. A tepertő is, szinte minden sátornál van tepertő, hát a koleszterinnek biztos jót tesz, de hát a magyar ember az megkóstolja a tepertőt és szereti a disznótorost. Megáldottnak és megszenteltetnek ezen szőlővessző, a szent lélek malasztja és a szentelt vízzel való meghintés által. A déli harangszó után az eseményen a közelgő Vince nap alkalmából a történelmi egyházak képviselői megáldották és megszentelték a furmint vesszőket. A hiedelem szerint a szőlősgazdák a Vince nap időjárásból és a frissen metszett szőlővesszők állapotából jósolták meg a szüret gazdagságát. Az eseményen résztvevők megszentelt nemzeti színszalaggal átkötött ágakból vihettek haza. Ha ezeket meleg helyre teszik és sok rügy lesz rajta, akkor bőséges termés várható, ha nem, akkor szomjazás lesz. A Borsodabói Zemplén megyei rendőrfőkapitányság idén január 21-én tovább folytatta toborzási programsorozatát a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában megrendezett nyílt napon. A pályaválasztás előtt álló diákok a tanórákon keresztül tekinthettek be az oktatási intézmény életébe. Az ország és a megye számos településéről érkeztek olyan érettségi vagy pályaválasztás előtt álló tanulók, akik szeretnének a rendőrség kötelékében a hazájukat és az állampolgárokat szolgálni. A Miskolci Rendőrszakközépiskola rendkívül népszerű a fiatalok körében, hiszen általában 3 vagy 4-szeres a túljelentkezés. Az új rendőr életpálya modell bevezetésével jóval kiszámíthatóbb és nyomon követhetőbb lett ez a hivatás, ezért a fiatalok szívesen választják az érettségi megszerzése után tovább tanulásuk helyszínéül a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolát. A tanulók az érettségire épülő szakképzés után felkészült rendőrként hagyják el az oktatási intézményt. A 2 éves szakképzés azért kedvelt, mert a fiatalok hosszú távra tervezhető álláshoz és biztos megélhetéshez juthatnak. Leginkább egyfajta reális képet szeretnénk arról mutatni, hogy mire vállalkoznak. Mert azért a mai fiatalság javarészt a tévében futó sorozatokból és elsősorban nyugati filmekből ismerkedik meg a rendőr világról, ami közel sem a valóság. Nem azt mondom, hogy nem a magyar valóság, hanem nem a valóság. Hiszen a rendőrök és az itt végzett rendőrök döntő többsége közterületi szolgálattal fogja az életét kezdeni, ahol a közrendre vigyáz, a közlekedés és szabálytalanságot kezeli, orvosolja a lakosok mindenféle problémáját, és csak egy kisebb részükből lesz nyomozó, amire olyan sokan vágynak, és ugyanakkor, amióta a rendőrséget és a határőrséget integrálták, még a határa is rendőr megy, tehát nekünk minden 4 irányba kell tanítanunk. A rendőröknek nem csak gyakorlati készségeket kell megtanulni. Nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy önmagát meg tudja védeni, hogy az állampolgárokat vagy a társát meg tudja védeni, és hatékonyan tudjon intézkedni, akár egy agresszív ellenállóval szemben is, de azért a rendőri szakma nagyon sok tanulást igényel, nagyon sok lexikális tanulást igényel, hiszen a jogszabályok alkalmazása a rendőr feladata, azoknak a jogszabályoknak az alkalmazása, amelyeknek a helyes alkalmazását aztán később majd az ügyész meg a bíró fogja megítélni, hiszen ő fogja a szabálysértőt, a bűncselekményt elkövetőt, és csak azt foghatja el, akit jogszerűen, szakszerűen erre a törvény felhatalmazás alapján megtehet. Tehát rengeteget kell tanulni, hogy ezért vannak olyan tantárgyaik, mint jogismeret, mozástani ismeret, szabálysértési ismeret, de természetesen azért hozzájuk közelebb állókból is jócskán lehetne sorolni, tehát az informatika ismereteknél már a modern szoftvereket tanulják meg használni, a modern hírelását, a
eszközöket, hiszen most már egyre több rendőrautóban például rádió, számítógép megtalálható, a rendszereink akár félautomatikusan is már ugye a sebesség túllépést lekezelik anélkül, hogy rendőrnek hozzá kellene nyúlnia. A leendő rendőrök közül többen az iskola területén a 250 férőhelyes kollégiumban laknak. A tanulóknak naponta egy ebédet, a jegyzeteket, a formaruhát ingyenesen biztosítja az iskola. A tanintézet költségén a diákok megszerezhetik az autóvezetői engedélyt, sőt mindenki alapösztöndíjat kap. Aki jól tanul, ezáltal plusz pénzhez juthat. A szakmai képzés mellett a látogatók megismerhetik az órákon használt speciális felszereléseket, módszereket, eszközöket és lőfegyvereket is, amiket a tanárok felügyeletével a diákok szerelnek össze. Ebben az évben először a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság határrendészeti szolgálata is részt vett a nyílt napon, népszerűsítve a fiatalok körében a rendvédelmi pálya ezen fontos ágazatát. Kulcsár Anita világklasszis kézilabdázó halálának 11. évfordulójára emlékeztek meg január 21-én Szerencsen a Rákóczi Zsigmond református két tanítási nyelvű általános iskolában. A válogatott beálló 28 esztendős korában 11 éve a Dunaújváros felé halálos autóbalesetet szenvedett, ami mélyen megrendítette a sporttársadalmat. Kulcsár Anita 1976. október 2-án született Szerencsen. A zempléni kisvárosban nagy szeretetben nevelte édesanyja Kulcsár Sándorné és édesapja Kulcsár Sándor testnevelő tanárok kislányukat és fiúkat. A kisgyermek Anita sport iránti szeretetére, tehetségére szülei már általános iskola első osztályában felfigyeltek, többfajta mozgásformát kipróbált, azonban a kézilabda volt a nagy szerelme, amelynek alapjait édesanyjától sajátította el. Családi neveltetés, hiszen kézilabda és a sport és a testnevelés az családi hagyomány volt. Férjem is, én is sportoltunk, és testnevelőként első perctől kezdve szinte minden versenyen ott voltak velünk. Első osztályos korától kezdve mindent csinált. Atlétizált, tornázott, játékos sportversenyre járt, de igazából a labda fogta meg, és negyedik osztályban akkor volt először az, hogy testnevelés szakos tanította a testnevelést nekik, nálam ismerkedett meg a kézilabdával. Nálam általános iskolában azért nem jellemző még annyira, legalábbis akkor még a figura, ezért szinte minden pozícióból lőtt. Beállóból, irányítóból, átlövőből, és hát a beálló poszton azért volt, amikor szélről kellett lőni. Mikor Nyíregyházára került, ugyanez volt a feladata. És a győriek, amikor meglátták, megkérdezték, hogy mi ennek a lánynak az igazi posztja, mert azért irányító átlövőként nevezték a nyíregyháziak a versenyeken, és igazából úgy jöttek el érte Győrből, hogy irányítónak viszik, mert megsérült a Pignicki Kriszti az irányítójuk, és mire odaért Győrbe, addigra beálló lett. Anita már egészen fiatalon, 17 éves korában eldöntötte azt, hogy válogatott kézilabdázó lesz. Az álomból valóság lett, hiszen a címeres meccs 160-szor öltötte magára, melyben 403 gólt szerzett. Mikor középiskolás volt, harmadikos, akkor junior válogatott lett. Kijutottak a junior válogatott a brazíliai világbajnokságra, de sajnos nem mentek ki, mert nem volt rá pénz. 17 éves volt, amikor először kimondta, hogy ő válogatott kézilabdázó lesz. Elmondtam már ezt a történetet, hogy itthon volt, és elment bulizni. És nem akkor jött haza, amikor megbeszéltük. És ebből volt egyetlen első és utolsó konfliktusunk, hogy te nem áldozhatod fel az életedet, mert te azt mondtad, hogy világbajnok leszel. És akkor azt mondta, hogy anya, megszerzem neked a válogatott meszt. És ő 17 éves volt akkor, ugye egy év múlva lett junior válogatott, 19 évesen érettségizett, 19. évébe, egy év játék után Győrből, mikor már betöltött a 19 és fél éves volt, akkor került be a felnőtt válogatottba. Egyik legnagyobb élménye az volt, hogy részt vehetett a 2000-ben Sydney-ben megrendezett nyári olimpiai játékokon, azonban nagy csalódásként élte meg azt, hogy ezüstéremmel tért haza a magyar válogatott kézilabda csapat. Napoknak kellett eltelni ahhoz, hogy megemészszék,
hogy mindenki őket várta olimpián győztesnek, és ők másodikok lettek. Ennek megvannak a maga okai, ezt én most ennyi év után nem fogom előhozni, de nem feltétlenül a játékosok tehettek arról. De egy idő után minden emlék szépül, ez is megszépült. Sokkal rosszabb volt elviselni, amikor a világbajnokságot veszítették el, vagy legalábbis számomra ez azért volt rosszabb, mert ott voltunk Horvátországban akkor, amikor a 10 gólos vezetés után hasonló forgatókönyvvel az olimpia előtt franciáktól kikaptunk. Nagyon sírt, nagyon fájt, hogy elveszítették, de minden idővel megszépül. Egy szép pályafutása volt, szép eredményekkel, sikerekkel tele. Úgyhogy most ez már múlt. A világbajnok a fiatal sportolók példaképe lehet, hiszen Kulcsár Anita bebizonyította azt, hogy egy kisvárosból megfelelő kitartással, alázattal, kemény munkával el lehet jutni a profik világába, sőt, mi több, világversenyekre és az olimpiára is. Látom, hogy vannak fiatalok lövészetben, küzdősportokban, egészen fiatalok és általános iskolás korúak, akik eredményt érnek el. Én úgy hiszem, hogy egy rendkívül nagy kitartás, céltudatosság, akarat mindenhez szükséges, és akkor el lehet jutni innen is. Anita, és elsősorban azt kell mondjam, hogy a férjem volt ilyen beállítottságú, úgy lett nevelve, hogy minden mérkőzést úgy játsszál, mint az olimpiai döntőt játszanál. És ő ezt így vette. Ilyen közegben volt, ilyen lett a társa, a családja, és mindig ott kell, hogy legyen egy biztos pont mögötte, hogyha elfárad, akkor legyen, aki átsegíti. A debreceni, a magyarországi Európa-bajnokságon Debrecenben minden nap elmentünk a selejtezőkre. Eszébe nem jutott, hogy valamilyen oknál fogva mi nem tudunk elmenni. És a mérkőzések után megbabusgattuk, puszilgattuk a kezét, és ő még elment tanulni, mert akkor végezte a jogot. Sportjogász szeretett volna lenni, és 4-es-5-össel tette le a vizsgáit. Úgyhogy én azt hiszem, hogy gondolni kell a sport utáni életre is, de mindig szívvel csinálni azt, amit éppen csinálunk. A Dunafer női kézilabda csapat játékosa 2005. január 19-én nem érkezett meg az edzésre, halálos autóbalesetet szenvedett Puszta Szabolcs és Velence között. Autója megcsúszott, letért az útról és egy fának ütközött. Egy arra tartó jármű sofőrje húzta ki a roncsok közül, de az életét már nem sikerült megmenteni. A tragikus eseményeket édesanyja Kati néni a mai napig nem tudta feldolgozni. Lánya halála után fia és családja, valamint Réka nevű unokája jelenti a vigaszt és a boldogságot. A Rákóczi Zsigmond általános iskola egykori igazgatója Kulcsár Sándor halála után Győrbe költözött, azonban minden évben visszatér Szerencse az Anita tiszteletére rendezett megemlékezésre. Ez alkalommal a művészeti iskola növendékei és oktatói zenés előadással tisztelegtek a sportoló emlék előtt. Az eseményen Szabó Árpád, a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ Szerencsi Tankerületi Igazgatója idézte fel az Európa-bajnok pályafutását. Már fiatal korában kiemelkedett társai közül, karrierjének töretlen felfelé ívelésének köszönhetően iskolák versenyeztek érte. A fiatal kézilabdázó az évek során világklasszissá nőtte ki magát. A tankerületi igazgató emlékezetes meccseire is kitért az ünnepségen. Feledhetetlen jelenet volt, amikor 2003-as világbajnoki elődöntőben a dél-koreai kapus ráugrott a torkára, ő pedig csak mosolygott rajta, míg az ellenfél meghajolva kért bocsánatot. Kulcsár Anita nem csak kiváló sportolóvá vált, de példaképpé is. A műsor után a megjelentek többek között a tragikus balesetben elhunyt sportoló édesanyja, Szerencs polgármestere, valamint a helyi oktatási intézmények képviselői Sárga Rózsát helyeztek el a kézilabdázóról készült emlékmű előtt. Anita, jellegzetes gólörömödet és emléked örökké megőrizzük. Több százan gyűltek össze Hejcén a szlovák katonai repülőgép áldozatainak emlékére készített bronzszobor előtt, hogy megemlékezzenek a 10 évvel ezelőtt történt légi katasztrófáról január 19-én.
Az eseményen a szlovák és magyar hivatalos szervek képviselői, valamint az áldozatok hozzátartozó is részt vettek a gyászos napon. Az ünnepség koszorúzással vette kezdetét többek között Andrej Kiska, szlovák és Áder János magyar köztársasági elnök, valamint Martin Glad, szlovák védelmi miniszter is fejet hajtva tisztelgett a szlovák áldozatok emléke előtt. A független Szlovákia történetének az eddigi legnagyobb légiszerencsétlensége történt, pontosan egy évtizede. Az AN-24-es repülőgép a Koszovóból hazatérő szlovák békefenntartókat szállította haza, amikor 2006. január 19-én Hejce és Telkibánya községek között lezuhant. A repülőgép szerencsétlenségben összesen 42 szlovák katona vesztette életét, egyedül egyetlen túlélője volt a balesetnek, Martin Farkas főhadnagy. Andrej Kiska, Szlovákia köztársaság elnöke a Borsóhegyen történt tragédiát, valamint azokat az áldozatokat idézte fel, akik a békéért küzdöttek és a hazájukat védték. Akik olyan foglalkozást választottak, amely egyúttal hivatás is volt. Andrej Kiska után Áder János úgy fogalmazott, azok a férfiak és nők, akik a hegyen lelték halálukat, csak arra vártak, hogy átölelhessék családjukat. Csupán pár percen múlt. A köztársasági elnök szerint nehéz helyzetben mutatkozik meg az igazi barát. Az egyetlen túlélőnek ugyanis meghallani a magyar szót az életet jelentette. Azóta is a szlovákok és a magyarok együtt emlékeznek meg a légikatasztrófa áldozatairól. A Hejce fölé magasodó hegynek soha be nem gyógyuló sebe van. A hegyoldal egy megtépázott részén, imáron 10 éve, 42 kopjafa jelenti az erdőt. Csupa olyan fa, amely nem nevel sem ágat, sem árnyat adó lombot. Csak emlékeztetik is. Mintha 42 fegyelmezett katona állna vigyázban a hegyen, így őrzi a szlovák fából magyar kéz által faragott 42 kopjafa. A 2006. januárjában lezuhant szlovák katonai repülőgép tragikus sorsú utasainak emlékét. A hegyoldal mélységesen megrendült csendjét. Szálegyenesen, méltósággal, hűséggel. A NATO felelős főtitkár helyettese Patrick Turner szerint okkal emlékezünk meg ma az áldozatokról és gyászoljuk elvesztésüket a jövőben is. Az eseményen három tábori lelkész, köztük Bíró László püspök imádkozott az elhunytakért. Kiemelte, hogy a boldog feltámadás reményében jöttek el az ünnepségre, hiszen Jézus elhozta a földre az örök életre való meghívást. A lelkipásztor úgy fogalmazott, béketeremtő szolgálatuk és tragikus sorsuk miatt az elhunytak nevét és emlékét méltóság, tisztelet és megbecsülés övezi. Országszerte előadásokat, szavaló versenyeket, rendhagyó irodalomórákat, koncerteket tartanak a Magyar Kultúra Napjának emlékére. A Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnáziumban az iskola tanulói is műsorral készültek január 21-én. Gazdóf Miklósné, az intézmény igazgató helyettese a Magyar Kultúra Napjáról tartott rövid tájékoztatót, miszerint 1989 óta ünnepeljük meg minden év január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnusz megírását. Lackó Szilárd Kölcsey fennkölt ódáját adta elő azért, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének. Fige Balázs a himnusz születésének történetét idézte fel. Ezt követően Topleszki Zalán, Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét szavalta el, hogy felelevenítse a múltunkat idéző szellemi értékeinket. Erdei Helga, Kovács Kristóf és Zakar Adrián Ady Endre Párizsban járt az ős című költeményét adta elő megzenésített formában. Oh,
A Magyar Kultúra Napján sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények, mint az év bármely napján, így egy napot a Bocskai István Katolikus Gimnázium is nemzetünk kulturális, művészet életének értékeinek szentelt. Juhász Vince szenvedéllyel adta elő Karinthy Frigyes Előszó című versét, a műsor végül Petőfi Sándor Füstbe ment terv című költeményének zenés feldolgozásával zárult. Idén 5. alkalommal január 17-én rendeztek emléktornát idősebb Urai Attila tiszteletére a Szerencsi Kulcsár Anita sportcsarnokban. Az A csoportban a Tiszaújváros FC, a Tája FC, a Mád FC lépett pályára, míg a B csoportban a Felsőtárkány SC, a DVTK és a Szerencs VSE gárdái képviseltették magukat. A hat gárda minden egyes játékosa a legjobb formáját próbálta hozni a pályán, mindenki nyerni szeretett volna. A mérkőzések szabályosan zajlottak. Az emléktornát a DVTK együttese nyerte meg, akiknek sikerült legyőzniük a bátran teljes erőbedobással küzdő Mád FC-t. A harmadik helyet a Tiszaújváros FC szerezte meg, a Szerencs Városi Sport Egyesület csapata hatodik lett. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Miskolci veszélyjelző és szolgáltató iroda tájékoztatása szerint adáskörzetünkben a jövő hét elején a sok felhő mellett csak rövid napos időszakok lehetnek, a kezdeti szorványos havazás után havaseső, ónaseső, eső egyaránt előfordulhat, de jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű. A jövő hét második felében átmenetileg kevesebb helyen eshet, több napsütés várható. Mérséklődik az éjszakai lehűlés, a nappalok is enyhébbek lesznek. Reggelre általában mínusz 5 Celsius fokig csökken a hőmérséklet, napközben plusz 3 fokig melegszik a levegő. A térségben fronthatásra nem kell számítani. Tisztelt nézőink! A Globo Televízió heti közéleti magazin műsorát, a Globo magazint látták. Új adással legközelebb január 31-én várjuk Önöket. Címünk 3900 Szerencs Rákóczi út 43 szám, telefonszámunk 47-es körzet 361-156, e-mail címünk szerkesztőségkukac@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét mindennapján olvashatják friss híreinket. A Globo Háttér című műsorban részletesebben hallhatnak beszélgetést Somoskői Péterrel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület alelnökével, valamint Godó Laurával a madarak jelenlegi helyzetéről. Ezt követően Kovács Attila, a helycei légikatasztrófa egyetlen túlélőjének megtalálója számol be a 10 évvel ezelőtti tragédiáról. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!